egy válság kihívására az azonnali reakció az ellenállás, a védekezés. Ez az első reakciónk. Nem akarjuk elfogadni, hogy így nézünk már ki. Tehát az első az a tiltakozás. Ilyenkor az ember úgy érzi, a dolog kicsúszik ellenőrzése alól, mivel megmutatja életmódjának elégtelenségét. És ez kellemetlen érzés. Ugye, síelési kalandot hallottam, hogy olyan jó síelt, aztán akkor gerince megrokkant, amikor lejárt a szűszezon. Most attól szenved. Szóval ez mindig váratlanul jön, és nem egyszerű ezekkel szembesülni. Ezért a problémák tagadásának, elrejtésének, bagatelizálásának módszeréhez folyamodnak, rábízva mindent az idő múlására. Ugye hányszor mondják ezt a butaságot betegágyoknál, majd jön a tavasz és meggyógyulsz. Ugye azért Szent Pál másként beszél, azt mondja, hogy vigasztaljátok meg egymást azzal a vigasztalással, amelyel Isten vigasztal meg titeket. Nem azzal, hogy majd jön a tavasz, és tudjuk, hogy akkor már temetés is meg lesz. Tehát bagatelizáljuk a valóságot, és nekiállunk asszisztálni. Papként annyiszor megéltem, amikor családottan nyöszörök, hogy hát nem mernek papot hívni, mert megijed a beteg. Én még sose találkoztam ilyen esettel. És ha megélem az 50. évet a papságomban, nem még sose ijedt meg tőlem egy beteg, hanem felszabadult. Mert van, mikor a beteg is belemegy egy játékba, hozzátartozó, és eljátsza mindig a szerepét, és ott a pap, és végre önmaga lehet, tudja, hogy meg fog halni. És akkor végre felszabadul, mert valakinek kimondhatja. És a rokonság azt hiszi, hogy megvezeti az öreget, vagy a rákos beteget, hát ő is érzi, hogy leépül. Annyi felszabadult embert láttam ilyen helyzetben, amikor hozzátartozók, nem is szoktam meg, mondtam, ne féljetek, majd elmegyek, és nem lesz semmi baj se. Kivétel nem emlékszem olyan esetre, amikor nem ez történt volna. Mikor hazudik a környezet, és ő is elkezd hazudni, és akkor meglátja a papot, és végre akkor tudja, hogy mit jelent. Nem vagyok ki halálmadár, de azért még mindig asszociálózik, tehát ember mestersége ez a fajta dolog. Tehát a problémák elrejtése, bagatelizálása, itt most a házasságról van szó, nem okos. Ez csak késlelteti a megoldást, a nagyon sok energiát, és nagyon sok energiát emész föl haszontalan takargatással, ami még tovább bonyolítja a dolgokat. Tehát kezdetben ellenállni az in principio obstat. Szóval, hogyha van egy probléma egy házasságban, ezt takargatni, mikor mind a kettő érzi, meg szenved már, jobb kimondani, mint takargatni. Mert csak az késlelteti a megoldást. Úgyis ki fog pattanni. Feszültségekben, elhidegülésekben, sokféleképpen történik ez idősödőkorban. Ha nincs házasságtörés, de ez a takargatása, a meglévő problémának ki nem mondása, orvosa tudnának ehhez hasonlatokat mondani. A kötelékek gyengülnek, állandósul az elszigetelődés, amely károsítja az intimitást. Tehát emlékszem, egy tanulmány vagy egy könyvben olvastam, hogy az elnémuló házasságok. Amikor elnémul egy házasság,
már nincsen komoly kommunikáció, logisztikai az van. Mit hoz a bútból, ugye ezt mindig hallom, asszony elküldi a bútba a férjét, föl is írja neki, az egészen mást hoz haza. Ugye szegény férjnek több dolgot elmondani, ez nem szokott sikerre járni a férfi számára. Tehát az agyon, szóval szűnyeg alá söprése a problémának, agyonhallgatása a problémának. Ez csak halogatása a megoldásnak. A kötelékek gyengülnek, állandósul az elszigetelődés, vagy az elnémulás, mely károsítja az intimitást. A válságban, amelyen nem néznek szembe, leginkább a kommunikáció sorvad el. Így azután lassan abból, akit szeretek, az lesz, aki mindig mellettem van az életben, majd csupán gyermekeim apja vagy anyja, és végül egy idegen. Ezt a mondatot még egyszer el fogom olvasni. Tehát hogyan megy így dekadenciába a házasság? Még egyszer mondom, válságban, amelyen nem néznek szembe, leginkább a kommunikáció sorvad el. Így azután lassanként abból, akit szeretek, az lesz, aki mindig mellettem van. Pusztán egymás mellett érésé válik a kapcsolat. Majd csupán gyermekeim apja vagy anyja, végül is egy idegen. Tehát ez a földcsuszamlása az öregedő házasságnak. Ez a földcsuszamlása.